30 milliárdos beruházás valósult meg a megyei kórházban, amely nagy mértékben javította a gyógyításhoz szükséges feltételeket, hangzott el a rendezvényen. Az elmúlt évek fejlesztései lehetővé tették, hogy az egészségügyi ellátás magasabb szintre emelkedjen a megye kórházaiban, mondta a főigazgató, aki hozzátette, a fejlesztések folytatódnak. Idén megépül a parkolóház, és a jövő héten a kórházi óvoda alapkövét is leteszik. Terveink között szerepel a gyermekgyógyászat és az újszülött ellátásnak a további korszerűsítése. Terveink között szerepel, amit már lehet hallani kormányzati szinten is, családbarát szülőszoba, családbarát szülészet. Ezen is gondolkodunk, hisz az ország legnagyobb születés számával rendelkező intézmény vagyunk, és ennek meg kell, hogy feleljünk. Ehhez természetesen a társszakmák is társulnak, hisz továbbfejlődési lehetőség van a sebészeti szakterületünkön, urológiai szakterületünkön. Új műszereket vásároltunk, és fogunk vásárolni is, amivel még jobbá tudjuk tenni a munkát. Belgyógyászat, gasztroenterológia, de sorolhatnám akár a pszichiátriát, akár a más egyéb szakterületeket is, amelyeken ezeket a fejlődéseket szeretnénk biztosítani. Szeptemberben folytatódik a bérrendezés az egészségügyben, emelte ki a főigazgató, aki megköszönte azoknak az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak a munkáját, akik itthon maradtak és itt a megyében dolgoznak, gyógyítják a betegeket. 6-7%-os a fluktuáció a megyei kórházakban, súlyos problémákat nem okoz az orvoshiány. Elhangzott az is, hogy a mindennapos és felelősségteljes munkán túl az orvostudomány folyamatos fejlődésével is lépést kell tartaniuk a doktorainknak. Az összes orvosi területen egyébként robbanásszerű a fejlődés, új technikai vívmányok, új eszközök, a tudomány önmagában is fejlődik, hát az én területem momentán a konkrét területem a szédüléses terület, amiben szintén óriási fejlődés van, ott is szenzációs új műszerek, illetve tulajdonképpen elméleti fejlődés is van, mert rájöttek egy-két dologra, amit már hál' Istennek én már itt tudok alkalmazni, legalábbis egy részét a betegeink körében, és én ennek nagyon örülök egyébként, hát ők meg annál inkább nyilván. Semmelweis Ignác születésének évfordulója az egészségügy legnagyobb ünnepe. A kitüntetések idén is az orvosok és a dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak.